Moldovában győztek az Európa felé forduló kommunisták. Szíria nem vonul ki Libanonból, csak hátrébb. Brutális nőnapi köszöntő Törökországban. Köszöntöm Önöket, ez az Antenna, az RTL Klub Euróatlanti magazinja. Hivatalos közlés szerint öngyilkos lett a volt ukrán belügyminiszter a múlt pénteken. Aznap kellett volna megjelennie az ügyészségen, hogy kikérdezzék Georgi Gongadze újságíró 5 évvel ezelőtti meggyilkolásáról. Egy nappal a volt miniszter halála után a CNN-ben azt mondta Gongadze Amerikában élő özvegye, hogy a büntényben felelős a volt elnök, az ukrán belbiztonsági szolgálat volt vezetője, az ukrán parlament volt elnöke és még számos magasrangú rendőrtiszt. Kijev melletti hétvégi házában találták meg a volt belügyminiszter holttestét. Egyelőre nem tudni, hogy ki és hogyan fedezte fel a tetemet. Sokan azonban kételkednek abban, hogy az 54 éves Jurij Kravchenko főbelőtte magát. Kiszivárgott hírek szerint ugyanis a jobboldali halántéklebeny bemenetnél nem egy, hanem 2 pisztolygolyó ütöttese volt, ami öngyilkosoknál igen valószínűtlen. A decemberben megválasztott államfő szerint Kravchenko személye és halála kapcsolatban lehet Georgi Gongadze újságíró 5 évvel ezelőtti megölésével, illetve az ügyben folytatott vizsgálattal. Viktor Juschenko ugyanakkor közölte, hogy mindenféle nyomozás csak a törvények betartásával, tiszta és szakszerű eszközökkel történhet. Meg kell mondanom, hogy mostanáig nem volt alapja Kravchenko letartóztatásának. A vizsgálatok nem tártak fel olyan bizonyítékot, amelynek alapján őrizetbe lehetett volna venni. Csalódást kell okoznom azoknak, akik azt várják, hogy ugyanúgy tegyek, mint egykor Kucsma, aki börtönbe záratta az embereket, hogy aztán hozzájuk igazítsák a bűncselekményt. Kravchenko halála előtt 2 nappal jelentette be a főügyész, hogy 4 gyanúsítottja van a Gongadze ügynek, és ismert a felbújtók neve is. 2 embert őrizetbe vettek, a 3-at utasították, hogy ne hagyja el Kijevet, a 4. ellen pedig nemzetközi elfogató parancsot adtak ki. Piskun főügyész szerint mind a 4 a belügyminisztériumban dolgoztak. Ezek után jött az államfő, aki közölte, hogy a Gongadze ügy megoldódott. Bejelenthetem, hogy Georgi Gongadze gyilkosait letartóztatták, és a vizsgálat tart ellenük. Mondta Viktor Juschenko hozzátéve, hogy a gyanúsítottak beismerő vallomást tettek. Az egyik újság mindjárt meg is írta, hogy magát Kravchenkót már decemberben figyelni kezdték, és állítólag megkérték finoman, hogy ne utazzon el a fővárosból. Az előző elnök Leonid Kucsma és köre korrupciógyanús ügyeiben nyomozó fiatal újságíró 2000 őszén tűnt el. Decemberben aztán megtalálták lefejezett holttestét a Kijev melletti erdőben, nem sokkal később pedig másút a levágott fej is előkerült. Az ellenzék kezdettől azt állította, hogy a gyilkosság megrendelője Kucsma, tervezője pedig Kravchenko volt. Ezt látszott erősíteni Kucsma egykori testőre, aki 2002. decemberében publikált egy könyvet, amelyben azt írta, hogy az elnöki iroda díványa alá annak idején elrejtett egy magnót, és a rögzített felvételek egyértelműen bizonyítják Kucsma és Kravchenko bűnösségét. Az internetre feltett beszélgetés tanúsága szerint Kucsma kifakadt Gongadze tevékenysége miatt, majd valami olyasmit mond Kravchenkónak, hogy szabaduljon meg tőle, vesse oda a csecseneknek. Egy ellenzéki képviselő a botrány kirobbanásakor közölte, hogy az FBI megvizsgálta és hitelesnek nyilvánította a felvételt. A szövetségi nyomozóirodát állítólag azért is érdekelte a szalag, mert azon elhangzik, hogy Ukrajna radarberendezéseket adott el Iraknak. Kucsma és köre kezdettől tagadta a vádakat, és kétségbe vonta a szalagok hitelességét. A volt elnököt Karlovy Varyban érte Kravchenko halálának híre. Isten, a nép és lelkiismeretem előtt tiszta vagyok, mondta újságíróknak a cseh üdülővárosban, majd közölte, hogy amikor visszatér Ukrajnába, az ügyész minden kérdésre hajlandó válaszolni. Hétfőn minden esetre elment volt belügyminiszterének temetésére. A Kucsma ellenes erők szerint Kravchenko öngyilkossága felér egy beismeréssel. Leonid Kucsma azonban másként látja. A Kravchenko halálával kapcsolatos bizonytalanságokat kihasználva ellentámadásba ment át. A temetésen megjelent újságíróknak nyilatkozva burkoltan kétségbe vonta, hogy Kravchenko öngyilkos lett. Semmi sem igazolja, hogy elhiggyem, hogy ilyen rettenetes döntést hozott. Régóta ismertem őt. A következő kérdésre kell választ találnunk a sajtó segítségével. Kinek volt haszna a halálából? Közölte a volt elnök. Kravchenko a 2. volt kormánytag, aki rejtélyes körülmények között halt meg. Röviddel Juschenko decemberi választási győzelme után önkezével vetett véget
lett életének a közlekedési miniszter. Azzal vádolták a győztesek, hogy ő irányította az őszi választási csalásokat, amelyek miatt a legfelsőbb bíróság döntésére meg kellett ismételni az elnökválasztások második fordulóját decemberben. Ezen már veszített Leonid Kucsma kiszemelt utóda, és a jelek szerint ekkor indult el az a végzetes lavina is, amelynek eddig két volt kormánytag esett áldozatául. A még nem végleges eredmények szerint a kommunisták nyerték a moldovai parlamenti választást a hétvégén. Ők a voksok 46%-át szerezték meg. Második lett a demokratikus Moldova tömb 28%-kal. A harmadik helyet pedig a román érzelmű kereszténydemokrata néppárt szerezte meg 9%-kal. A győztes moldovai kommunisták korábban Oroszország szövetségesei voltak, de néhány hónapja Moszkvával szakítva a nyugati integrációt sürgetik és az Európai Unióhoz közelednének. A moldovai ellenzék már olyannyira biztos volt abban, hogy a kommunisták tisztességtelenek lesznek a választásokon, hogy már jóval előtte választási csalással vádolták a jelenlegi kormánypártot. Ukrán mintára narancssárga színt öltött az ellenzék, és az utcára hívták az embereket. De azok valahogy nem akartak menni. Míg Ukrajnában több százezren vonultak az utcára Viktor Juscsenko mellett, itt alig 2000-en verődtek össze. A 4,5 milliós országban pedig 2,5 millióan szavazhattak. A választási csalásra tényleg volt esély, ugyanis nem volt névjegyzék, de az EBSZ megfigyelőkhöz végül nem érkezett bejelentés komoly visszaélésekről. Igaz, hogy tartva az orosz befolyástól, 100 oroszországbéli EBSZ megfigyelőt nem engedtek a választás közelébe. Az őket szállító vonatot már a határon megállították, és végül senkit sem engedtek leszállni a szerelvényről. Sőt, a választások előtti hetekben Moldovában tucatnyi orosz állampolgárt vettek őrizetbe, kémkedéssel vádolva őket. A helyzetet az is nehezítette, hogy míg a pártokat az orosz ellenesség, az embereket leginkább a gazdag testvér a románokkal szembeni ellenszem tartja össze a volt szovjet tagállamban. A szavazók aktivitása jelentős, eddig minden a forgatókönyv szerint zajlik, jelentette be Pjotr Tyishakova választási bizottság elnöke. A közepes 59%-os részvételi arány azonban némi érdektelenséget mutat. A három legerősebb párt, a kommunisták moldovai pártja, a demokratikus Moldova tömb és a kereszténydemokrata néppárt vitte el a szavazatok nagy részét. Az urnákat vasárnap, helyi idő szerint este 9-kor zárták le. A nem hivatalos, de már véglegesnek tekinthető eredmények szerint biztos a kommunisták győzelme, ők 46%-ot szereztek. A demokratikus Moldova tömb a voksok 28, a kereszténydemokraták a 9%-át kapták meg. Én a demokráciára és a jobb életre szavaztam, mondja ez a szavazó, bármit is jelentsen ez. Ironikus, hogy a kommunisták főként Európa felé kacsingatnak. Az elszakadni akaró Dnyeszter-menti területek rendezése miatt kerültek konfliktusba Moszkvával, és végül szakítottak Oroszországgal. Ezzel ellentétben az ellenzék úgy érzi, az ország továbbra is erősen függ Oroszországtól. Különösen mióta az oroszok vízumkényszerrel és gazdasági szankciókkal fenyegetik Moldovát a dnyeszteri vita miatt. Az ellenzékiek inkább két kapura játszanának, az oroszok és Európa felé egyaránt. Úgy tűnik, a moldovai választás egyirányú volt. Egy napokban közzétett kereseti felmérés szerint az emberek Moldovában keresnek a legkevesebbet. A jelentés arról azonban nem is szólhat, hogy a jelenlegi kommunista államfő Vlagyimir Vorogyin hatalomra jutása óta legalább azt a keveset megkapják. Szakértők szerint a biztos kevés juttatta újra a kommunistákat az ország élére a bizonytalan ígérgetésekkel szemben. Hétfőn Rómában eltemették azt az olasz titkos ügynököt, akit múlt pénteken lőttek le amerikai katonák a bagdadi reptérnél. Az akkor éppen kiszabadított Giulianas Gréna olasz újságírónőt kísérő Nicola Calipari temetésén csaknem 50 000-en vettek részt, köztük az olasz kormányfő is. Közben Gréna azt nyilatkozta, hogy nem kizárt, hogy az amerikaiak szándékosan lőttek rájuk. George Bush amerikai elnök telefonon sajnálatát fejezte ki a történtek miatt, és mindenre kiterjedő vizsgálatot rendelt el az ügyben. Silvio Berlusconi olasz miniszterelnök, valamint több állami és titkosszolgálati vezető is részt vett a hétfői temetésen, ahol Nicola Caliparit helyezték végső nyugalomra a Róma belvárosában lévő Santa Maria dei Angeli templomban. A szertartás megelőzően emberek ezrei rótták le kegyeletüket a hősként tisztelt titkosszolgálati tiszt ravatalánál, a római örökmécsesnél. Caliparit amerikai katonák lőtték le Irakban, azután, hogy kiszabadította a túszejtők fogságában lévő olasz újságírónőt, Giulianas Grénát.
A lövöldözés a bagdadi repülőtérre vezető úton történt. Az amerikai katonák lövései megsebesítették Skrinát is, a karján, aki testével Kalipari védett, és csak az olasz titkosszolgálat egyik legtapasztaltabb túlszabadító tisztjének mondott Kaliparinak köszönheti életét. Az autóban lévő másik tiszt pedig szintén megsebesült. Giuliana Skrinát még február 4-én rabolták el Bagdad egyetemi negyedében, egy mecset mellől, ahol faludzsai menekültekkel akart interjúkat készíteni. Az újságírónő nem tudott részt venni Nicola Kalipari temetésén, mivel sérülését kórházban ápolták. Az értelmetlen lövöldözés miatt Olaszország magyarázatot követel az Egyesült Államoktól. Berlusconi még múlt péntek este bekérette az amerikai nagykövetet, hogy magyarázatot kérjen a történtekre. George Bush amerikai elnök a hírt hallva az elnöki különgép fedélzetéről telefonált Silvio Berlusconinak, és sajnálatát fejezte ki az incidens miatt. Bush azt is megígérte az olasz elnöknek, hogy kiterjedő vizsgálatot rendel el az ügyben. A washingtoni Fehérház egyik illetékese szerint is szörnyű baleset történt. Giuliana Skrina azonban nem ennyire biztos ebben. A baloldali Il Manifesto újságírójaként dolgozó asszony szerint az amerikai katonák nem véletlenül nyitottak tüzet autójukra, sőt az sem kizárt, hogy ő volt a célpont. Skrina állítását azzal magyarázza, hogy az amerikaiak ellenzik az olyan tárgyalásokat, mint amilyennek köszönhetően ő is kiszabadult. Az amerikaiak határozottan cáfolják ezt a feltételezést. A Fehérház kommunikációs igazgatója azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés helyszíne harci zóna, ahol több autóba rejtett pokolgépes merényletet követnek el, emiatt sokszor a másodperc töredéke alatt kell dönteniük az amerikai katonáknak. A hadsereg hivatalos tájékoztatása szerint a katonák megpróbálták jelzésekkel, majd figyelmeztető lövésekkel megállítani az olaszok autóját, de amikor ez nem sikerült nekik, rálőttek a kocsi motorházára. Az olasz újságírónő állításai ennek ellentmondanak. Szerinte autójuk sofőrje kétszer is beszélt az olasz nagykövetséggel, hogy a bagdadi reptér felé tartanak, de a történtek szerint hírük nem jutott el az ellenőrző pontnál szolgálatot teljesítő katonákhoz. Az olasz politikusok keményen fogalmaznak az amerikaiak felelősségét firtatva. Romano Prodi volt kormányfő kijelentette, Olaszországnak minden joga megvan a szörnyű háborús tragédia kiderítéséhez. Prodi szerint az incidens miatt ismét napirendre kerülhet az olasz csapatok kivonásának ügye. Piero Fassino baloldali demokrata vezető fatális tévedésről és sorscsapásról beszélt. Giuliana Skrinát és a megsebesült titkos ügynököt egyébként kikérdezték az olasz vizsgálóbírák is, majd a hétvégén szándékos emberölés ügyében rendeltek el nyomozást. Kedden pedig az olasz belügyminiszter bejelentette, az olasz vezetés elfogadja, hogy az amerikaiak véletlenül ölték meg egyik titkos ügynököket, és sebesítették meg Skrina újságírónőt a múlt héten. A bagdadi sortűz körülményei azonban tisztázásra szorulnak az olasz külügyminiszter szerint. Megkezdődött a szíriai csapatok kivonása Libanonból hétfőn. Az egységek nagy részét először csak átcsoportosítják a határ közelébe, így egyelőre nem tudni, hogy mikor fejeződik be a teljes kivonulás. Libanonban egymást érik a tüntetések. A megmozdulások zöme köszönetet mond a szíriaiaknak az eddigi támogatásért, és üdvözlik a kivonulást. A dél-libanoni Hezbollah síta gerilla szervezet hívására ugyanakkor minden eddiginél nagyobb tömeg követelte a minap Szíria további jelenlétét. 1 millió ember. A szervezők szerint ennyien gyűltek össze Beirut központjában, hogy a szíriai csapatok kivonása ellen tüntessenek. A megmozdulást a dél-libanonban állomásozó Hezbollah szervezte egy nappal azután, hogy a szomszédos ország megkezdte csapatainak átcsoportosítását. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy köszönetet mondjunk Hafez Assadnak, Bashar Assadnak és Szíriának, amely mindig is mellettünk áll. A Hezbollahnak van most a legnagyobb félnivalója a szíriai csapatkivonás miatt. A síita gerilla szervezet dél-libanonban ásta be magát, hogy onnan folytassa harcát a határ túloldalán fekvő Izrael ellen, miután a 70-es években polgárháború tört ki Libanonban. A Hezbollah a szíriai kivonással gyakorlatilag magára marad. A beiruti tüntetők ugyanakkor a külföldi, elsősorban az amerikai és a francia befolyás erősödésétől tartanak. A szíriai csapat kivonás azután került ismét előtérbe, hogy néhány hete egy autóba rejtett pokolgéppel megölték Rafik Hariri volt libanoni kormányfőt.
A politikusnak éppen amiatt kellett lemondani a tavaly ősszel, mert szembe került Szíriával. Hariri meggyilkolásával rögtön Damaszkuszt vádolták, ugyanakkor Szíria cáfolja, hogy köze lenne a merénylethez. Minden esetre a támadás miatt ismét napirendre került a kivonulás, amelyet már a libanoni polgárháborút lezáró 1989-es Taifi egyezmény és az ENSZ is előírt. Egyre több tüntetésen követelték a libanoni függetlenséget, a Szíria barát kormány pedig lemondásra kényszerült. Szíria gyorsan reagált az új helyzetre, és Bashar Assad elnök hivatalosan is bejelentette csapataik távozását. Az Al-Taifi megállapodásnak megfelelően, amely összhangban van az ENSZ 1559-es számú határozatával, megkezdjük erőink visszavonását a libanoni Bekkaa völgybe. Assad elmondta, hogy katonáik annak idején Libanon védelmére érkeztek az országba, és addig maradnak, ameddig szükség van rájuk. Szíria nem akar megosztottságot Libanonban, hangoztatta Assad. Damaszkusz az elmúlt 5 évben kontingensének 63%-át már visszatelepítette Szíriába. A maradék egységek ezekben a napokban települnek át a határ közelébe. Az erről szóló megállapodást március 7-én írták alá a két ország vezetői. Hogy mikor fejeződik be az egész művelet, az egyelőre nem világos. Az ellenlábas és meglehetősen bizalmatlan Egyesült Államok és Izrael maradéktalan kivonást követel. Most egy hatalmi űr keletkezett Libanonban, és az a fontos, hogy ezt az űrt a libanoni kormány töltse fel, ne pedig néhány külföldi turista. Libanonban nem sokára választásokat tartanak, így a függetlenséget éltetők és a Szíriát támogatók megmozdulásai hamarosan pártszínezetet kapnak. Bár az elemzők szerint Szíria még a voksolás előtt végrehajtja a csapatainak kivonását, befolyása semmiképpen nem szűnik meg Libanonban. Sokkolta az Európai Unió politikusait az a módszer, ahogyan török rohamrendőrök szétvertek egy a nők jogaiért rendezett előre nem bejelentett tüntetést Isztambulban. A másnap Törökországba látogató uniós trojka túl brutálisnak minősítette a hatóságok beavatkozását. Az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő Luxemburg és a következő fél évet irányító Nagy-Britannia külügyminiszterei, illetve a brüsszeli bővítési biztos azért utazott Ankarába, hogy az ország uniós csatlakozási tárgyalásai előtt végrehajtandó reformokról, többek között a nők jogainak kiszélesítéséről tárgyaljon a török vezetéssel. Egyenlő munkáért egyenlő fizetést. Ilyen és ehhez hasonló szlogenekkel követelt több jogot a nőknek. A második Bajazid szultáról elnevezett téren összesereglett körülbelül 300 fős tömeg. Az engedély nélkül megtartott nőnapi tüntetés résztvevőit a rendőrök előtt távozásra szólították fel, majd miután ez sikertelennek bizonyult, megrohamozták őket. Mindent bevetettek, kutyákat, könyvástrép, gumibotot és végül bakancsot. A túlzott rendőri brutalitást azonnal nyilatkozatban ítélte el az Európai Unió. A jelenetek, amint a rendőrök nőket és fiatal tüntetőket ütlegeltek Isztambulban, sokkoltak bennünket. Egy nappal az Unió delegációjának tárgyalása előtt, ahol az egyik fontos téma épp a nők joga lesz, nyugtalanító látni az erőszak ilyen túlzott alkalmazását a demonstrálók ellen. Szólt a nyilatkozat, az uniós politikusokat fogadó török külügyminiszter pedig vizsgálatot ígért az ügyben. Sajnálom, ami az illegális tüntetésen történt Isztambulban. Mindenkinek be kell tartania a törvényt. Ha mégsem ezt teszik, a rendőrségnek óvatosan kell reagálnia. A demokratikus nőmozgalom azért szervezte tüntetését, mert szerintük Ankara Brüsszelnek tett ígéretei ellenére a nők helyzete semmit sem javult az elmúlt időszakban. Habár sok más muzulmán országgal ellentétben itt szavazhatnak, tanulhatnak és el is válhatnak a nők, egyenlőségüket nem mondja ki az alkotmány, és a hagyomány tisztelő törökök nem is bánnak velük egyenlőként. Emberi jogi szervezetek szerint az asszonyok fele szenved a családon belüli erőszaktól, és évente több tucat nő válik úgynevezett becsületgyilkosság áldozatává. Vagyis rokonai például azért ölik meg, mert házasságon kívül esett teherbe, és ezzel bemocskolta a család becsületét.
A kritikusok szerint Törökország más beígért reformok területén is lemaradt, mintha a lendület csak tavaly őszig tartott volna, addig, ameddig megkapták a meghívót a csatlakozási tárgyalásokra. Az unió trojkája éppen ezért újabb változtatásokat sürgetett a szabadságjogok kiterjesztésének kérdésében. Felszólították Ankarát arra is, hogy ígéretéhez híven frissítse korábbi vámunió szerződését az Európai Unióval, vagyis írja alá újra a dokumentumot, most már a többek között Ciprussal is kibővült közösséggel. Ez azt jelenteni, hogy Törökország partnernek fogadná el a földközi tengeri köztársaságot, amelynek létét pedig immár több mint 4 évtizede nem ismeri el. Ám lehet, hogy még az sem lesz elég, ha a törökök az unió összes feltételét elfogadják. Több európai ország ugyanis népszavazással akar dönteni arról, hogy a kis-ázsiai ország tagja legyen-e a közösségnek vagy sem. A magyar származású Nicolas Sarkozy vezette francia kormányzópárt épp a hétvégén fogadott el egy indítványt, amely kizárná Törökországot a teljes jogú Európai Uniós tagságból. Sikerrel kerülte meg a földet sugárhajtású repülőgépével egyedül és leszállás nélkül Steve Fossett. Útjához a milliómos amerikai kalandornak alig 3 napra volt szüksége, ami 6 nappal kevesebb, mint az eddigi 19 évvel ezelőtti rekord. Steve Fossett ezzel újabb rekordot döntött azután, hogy néhány éve hőlégballonjával megkerülte a földet szintén egyedül és leszállás nélkül. Az antennát látták. Friss hírekkel Európából és a világból legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Riportjainkat addig is olvashatják a www.rtlklub.hu/hírek/háttér című internetes honlapon. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!